Szevasztok! Majd nagyon egyszerű és gyors kaját fogunk összerakni, ami nem más, mint az óvári sertésszeret BRG-es módra, és mindjárt megtudjátok azt is, hogy milyen az, hogy BRG-es módra. Talán olyan, hogy indítsunk egy gyorsítóval? Amúgy nem. Írd le nekem kommentbe, hogy neked melyik a kedvenc nyári frissítő italod. És jelöld meg egy haverodat, akinek bizony a pálinka az. Az első, ami miatt BRG-es sztály az az, hogy én bizony nem karajból csinálom, hanem tarjából, mert sokkal szaftosabb. A tarja szereteket egy kicsit kiklopfoljuk, sózzuk, borsozzuk, aztán pedig mindkét oldalukat lepirítjuk egy kicsit. Haverok, ne hogy szanaszét verjétek a húst, ez igazából nem is klopfolás, hanem egy kicsit kinyújtjuk. Ezután ugyanebben a serpenyőbe lepirítunk egy kis apróra vágott hagymát és fokhagymát, majd beledobjuk a gombát, sózzuk, borsozzuk, és már készen is vagyunk a gombással. És hát a következő, ami miatt BRG-es style, az pedig az, hogy én bizony besamelesen csinálom, ugyancsak a szaftosság miatt. Na de hogy milyen szerintem a jó besamel? Hát mindenképp szelecsendiós és mindenképp lassú lángon készül. Ehhez először föl kell olvasztanunk a vajat, majd szépen lassan beleszórnunk a lisztet és egy habverővel szépen-szépen kevergetni, amíg nem habzik fel. Azért fontos, hogy megvárjuk, még egy kicsit habzik, mert hogy így nem lesz liszt íze a besamelünknek. Most pedig a langyos tejet 2-3 részbe kell hozzáadnunk, szépen lassan, közben pedig kevergetjük. Az első adag tejjel kell csomómentesre kevernünk, ezután csak szépen lassan adagolnunk kell hozzá a tejet, aztán pedig egy kis szerecsendióval, sóval és fehér borssal ízesítjük, aztán már csak annyi a feladatotok, hogy az állagát beállítsátok, és kész is vagytok. Taljánkat tegyük bele egy tepsibe, halmozzuk rá a kis gombáinkat, aztán mehet rá a besamel, és egy-két szelet sonka, ahogy neked tetszik, és a végén szórjátok meg egy kis reszelt óvári sajttal. Ha esetleg nem tudsz óvári sajtot beszerezni, jó a trapista, vagy bármilyen sajt. Egy kis maradékmentő tipp, hogyha előzőnek grillestél egy kis tarját, jó pácod van hozzá, akkor nyugodtan használhatod ezt a tarját is. 180 fokra állítsátok a sütőtöket, dobjátok bele a témát, és 30-35 perc alatt süssétek készre. Itt van még egy plusz tipp, egy kevés alaplevet gyomjatok be sütés előtt a téma alá. Nálunk a köret most krumplipüré lesz, ne felejtsétek el tálalás előtt megszólni egy kis petrezselyemmel, és induljon a halózás!